Szeretettel köszöntöm a testvéreimet, és szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket is, akik a távolból követik ezeket a tanításokat. És hát folytatnánk ugye Ótestamentumból vett Isten munkásait. Úgymond átvilágítottuk a cselekedeteiket, mert a mi okulásunkra írodott a Szentírás, és bizony nagyon sokat tanultunk mindegyik esetből. És hát a mai napon a Nabukodonozor cselekedetei, Nabukodonozornak az álmát fogjuk az egyiket már kifejteni, de előtte lesz más is, hogy Isten mennyire előrelátó és gondoskodó, hogy prófétákon keresztül mindig jelző, mi fog bekövetkezni. Az ő népét is előre prófétákat elküldte, most szét fognak benneteket szórni ezért a bűnért és azért. Úgyhogy itt semmit nem cselekszik maga Isten, úgy majd az ige is fogja itt írni, több prófétát fogunk venni a mai napon, és az ige fogja leigazolni, hogy Isten gondoskodik előre, mielőtt akár egy csapástól, amelyre valahova, mert már pedig az Úr ad a csap, ugye hát ilyen földrengés is, ez mind az Úrtól van, nem véletlenek vannak, mert Szodoma és Gomora esete van az utolsó időben. És az Úrnak ez nem tetszik, hiába mondják a kegyelmesek, így szeret az Úr, úgy szeret az Úr, ez igaz is, de bűnt az utálja. És bűnös ember nem tud fölkerülni. Na úgyhogy bele is csapunk, mert több prófétát fogunk a mai napon venni. Kezdjük Jeremiás könyvével, 51. fejezet, 45-58-ig felolvasom. Jöjjetek ki belőle, ó én népem! És mindenki szabadítsa meg életét az Úr haragjának tüzétől. Na most erre itt mindjárt hozzá szeretném tenni. Az Úrnak Úrban változás képe sincs. Az Úr most is ilyen. Így a Szentírás, hogy nem változik egyszer, ilyen egyszer vagyok. Ha haragszik, akkor haragudott azért a bűné, most is haragszik azért a bűné. Csak hosszú tűrő az Atya. Nem jön egybe a csapás, mint a Ótestamentumban, elkövette, azt már másnap nem érté például. Ez a hosszú tűrés az Úrnak, nem arra hosszú tűrődte a bűn, csak bátran kövess, de ó, szeret az Úr, meg majd hónap, amit elkövetek bűnt, azt is már fölvitte. Nem igaz, ez egy szedett, vedett, hazug tanítás. Figyeljetek! És el ne olvadjon a ti szívetek, és ne féljetek a hírtől, amely hallatszik e földön. Mikor egyik esztendőben hír jön, és a másik esztendőben is a hír, hogy erőszakosság van a földön, uralkodó tör uralkodóra. Azért íme, eljönnek a napok, és meglátogatom a Babilon paragott képeit. Szóval Isten előre jelzi, el fog jönni Rómába, és porrá lesz zúzva az egész. Le van írva több helyen is a Szentírásban. De többek között ez is erről szól, a babiloni rendszer, maga a római rendszer, a Vatikán és alatta az összes egyház. Erről van itt szó. A faragott képeket, a bálványokat, ami utálatos az Úr előtt. Nehogy azt elképzelje valaki, hogy ez nem lesz megfedve, de meg lesz csak ez az utolsó időben. És egész földje megszégyenül, és minden ő megöletjei elhullanak ő között. Rengeteg sok ember fog ott meghalni. Hát ugye mikor van egy földrengés, mennyi ember ott pusztul el? Hát nem az Isten emberei. Hát ugye elképzelje valaki, hogy Isten azzal jutalmazza, szolgáltad az Urat már 10 év, azt akkor meghalsz a romok között. Nem, nem az Úrtól van. És örvendeznek Babilon felett az ég és a föld, minden benne való, mert észak felől eljönnek rá a pusztítók, azt mondja az Úr. Előre jelzi az Úr. Ez be fog következni. Mit mondott Jézus? Egy jó tel nem veszhet egy pontocska se. Még minden be nem teljesedik. Ezt ne felejtsük ezt a szót. Ezek be fognak teljesedni. Le van írva. Babilon is elesik. Egyértelműen le van írva. Izrael megöletjei, amint Babilonban is elhullottak az egész föld megöletjei. Menjetek el, akik megszabadultatok a fegyvertől, meg ne álljatok, emlékezzetek meg távolról az Úrról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem.
Megszégyenültünk, mert hallottuk a gyalázkodás arcának, szégyen borította, mert idegenek jöttek az Úr házának szentségébe. Azért ime eljönnek a napok, ezt mondja az Úr, és meglátogatom az ő faragott képeit, az egész földjén sebesültek nyögnek. Ez fog bekövetkezni. Ha az égbe hág is fel Babilon, és ha megerősíti is az ő erős magaslatát, pusztítók törnek rá, tőlem azt mondja az Úr. Kiáltás hallatszik Babilonból, és a kádeusok földjéből nagy romlás, mert elpusztítja az Úr a Babilont, és kiveszíti belőle a nagy zajt, zúgnak az ő habjai, mint a nagy vizek, hallatszik az ő szavuk harsongása, mert pusztító tör rá Babilonra, és elfogadnak vitézei, eltörlik az ő kézívük, mert megfizetésnek Istene az Úr bizonnyal megfizet. Amen. Az Úr a fizetséget megadja. Ugye nyilván valaki embereket tart, akár egy vállalkozó, jön a fizetség. Az egyik vállalkozó mondjuk összetörte a kocsit, mert beívott. Mi lesz a fizetség? Mínusz. Ki kell fizetni az autót? Mindenki a cselekedeti alapján. Itt is úgy fog történni. Az Úr örökké nem hagyja ez, hogy ez a Vatikán, ugye tudjuk, hogy az a főfertő soha köde Istenhez nem volt, hiszen szabad kővesek alapították. És minden bálványt ők vittek be az egyházba. Amit látni is, ha bemész egy ilyen templomba, tele bálványa. Az Úr előtt utálatos. Szóval egyszer az Úr meg fog fizetni ezért. Csak hosszú tűrő. És ezt sokan kihasználják, ezt a hosszú tűrést. Oda megyünk a Hozsaiás könyvére, kedves testvérem az Úrban, és szeretném felolvasni néktek, amit ő üzen nekünk. Azt mondja, a 4. fejezet 1-től 14-ig olvasom fel. Igen nagy mondani valója van, ezek ugye mind proféták voltak, és olvasom is. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival. Mert nincs igazság és nincsen szeretet, nincsen Istennek ismeret a földön. A prófétákat így küldte el Isten. Egy nagy kérdőjelet ezek. A mostani próféták hol vannak, akik ezt prófétálnak? Mert mindig csak a méz csúrog a szájuk. Így szeret az Úr, úgy szeret, ez lesz, az lesz, ébredés lesz, milyen ébredés lesz? Mikor útvesztőben van a nemzetek. Hát milyen ébredésű beszél? Ha se tudják, mi az ébredés. Az ébredés az Szent Szellem által fölnyitja Isten az én szememet, és rájövök, hogy milyen bűnös vagyok, és abból a bűnből ki akarok jönni, ez a megtérés. És ez az ébredés is egyben. Figyeljetek! Hamisan esküsznek, hazudnak, és gyilkolnak. Hát képzeld, ezeket a prófétákat így oda merték mondani. Meg sokszor a király szemében. Abban a pillanatban a nyakadat levágathatta. Olyan hatalma volt a királyoknak. Figyeljetek, gyilkolnak, lopnak, paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másik után éri. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való, mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek tégedet, hogy papon ne légy, és mivel, hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkedem én is a te fiairól. Mi a tudomány? Ez. Az Isten szentírása. Lehet neked 86 diplomád, ettől még a mennybe nem kerülsz, mert Istennek a tudománya a szentírás. És azt kéri mindenkitől. És mivel nincsen a szentírásban járatosság, ezért van ennyi sötétség a keresztényeknek az elméjébe és a szívükbe. Ez így kell mondani, persze, nagyon sok embernek fáj, de senki kedvén nem fogom a szentírást áthamisítani, mint hogy sokan teszik. Ugye így a Galata levél, embereknek tetszeni Jézus szolgálja bizonyára nem lehetné. Hanem hát embereknek akarok tetszeni, hogyan tudnák már akkor Jézusnak vagy Istennek tetszeni. Sehogyan se. Mint a jó pap, ugye ezt már elmondtam nektek. Ennek is igazat adott, annak is, meg még a harmadiknak. De mindenkinek igaza van. Azt egymás ellen beszélik, de mindenkinek igaza van.
Ne. Megnézzük a Joel könyvét, kedves testvéreim. Ő is üzen számunkra valamit, ezek a proféták. Azt mondja, a második fejezet 21-es igeverstől kezdem olvasni egészen a 32-ig. Olvasom. Ne félj, te föld, örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Ne féljetek, ti mezei madak, mert zöldülnek, pusztának virágai, mert a fa megtermi a gyümölcsét, füge, és a zöldő is kitárja a gazdagságait. Itt megállok egy pillanatra. Mert még az Úrnál van a fának a gyümölcs termése is. Ha nincs áldás, azon sincs termés. Egy esetet elmondom, az egyik szomszédunk, nem itt, van egy fája, már ilyen törzse van neki, ez egy almafa. Az még életében egysem almat nem hallott. Egysem almat. Hát így sajta áldás. Hát ugyanúgy meg kell a földet is áldani. És hogyha ahol bűnt követek el, ott megfertőztem a földet, tudjuk a Szentírásban. Meg van fertőzve a föld. A bűn véget. Mindegy milyen bűn. Most parálmaság vagy bármi, teljesen mindegy bűn. Vagy kiteszek egy bálványt, mondjuk, mit tudom én, a Vikent hallgatban, most csak így mondom. Meg van fertőzve. Nincs rajta áldás. És ezt lehetne sorolni, és ezt komolyan kell venni. Nagyon komolyan nem veszik. Miért? Az imézé proféta a szájából elhangzott, elvész az egy népen, mert tudomány nélkül való. Hát nincs ismeretük a Szentírásban. Szeret az Úr, dőj hátra, na? Ezt hamzsogják mindenhol. Kivétel, ahol nem, mert azért 3-4 tanítót már tudunk, aki az igazságot hasogtatja. Dicsőség Istennek. Amen. És hiszem, hogy egyre többen leszünk, és az Úr össze fogja kapcsolni ezeket az igazokat az utolsó időkben. És ezt látom is ennek a jeleit. Úr dicsőség, de erre is van írva. Hogy az Úr össze fogja, ne aggódj, pici nyájam, összeszedni az Úr. Pici, nem a nagy többség, pici. Kevesen vagyunk. Dicsőség az Úrnak. Figyeljetek! Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek, és vígadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt, igazság szerint korai és késő esőt hullat néktek az első hónapban. Az esőt is ő tudja legjobban, mikor kell. És ez olyan jó volt, a hegyen tapasztaltuk, hogy ó, hogy időnk sem volt nagyon mi, ó, de jó, az Úr megáztatná a földet neki, és hát figyel, úgyis volt. Olyan csodálatos az Úr, ugye tudjuk, az Illés is eső, imádkozott, volt eső. És mi tapasztaljuk, ugye nem vagyunk mi nagyon sokan, de egy szellembe itatottunk be, imádkozunk és megtörténik. Sok-sok tanúbizottságot tudnánk elmondani. Hogy egyszer lehetne még egy ilyen Isten tiszteletet, és a sok jó tanúbizottságot elmondani, hogy imádkozol, és másnap vagy két napban látod, megtörtént. Ez Úr dicsőség ez. És megtelnek a csűrök gabonával, bőven öntik a sajtók, a mustot, az olajat, és kipótolom néktek az esztendőket, melyeket tönkredett a szöcske, a cserebogár, a hernyó és a sácska, én nagy seregem, amelyet reátok küldött. Ezeket is tudjuk, a sáskát egy másik helyen meg a próféta lemondja, amikor éppen haragudott az Úr, hogy a sáskát fogom küldeni, utána a hernyót mindent lepusztítanak, nem lesz gyümölcs. Még a falevelét is megezik. És ugye azért tudjuk meg a hírekből is, hogy volt, ahol darazsak leptek meg egy várost. Látok, Isten küldte. Ugye az előző tanításból nagyon jól tudtuk, hogy küldte a hernyót az Úr a tökre. Szúrjon bele! Hogy mennyire igaz ez királyok, király uraknak ura, meghajol minden térd a mennyben, földön, föld alatt. Még a hernyót is Isten irányítja. Le van írva a Szentírásban, igaz? Egyértelműen. Hogy micsoda komoly dolog ez, ezen érdemes elgondolkodni. Istennek a legapróbb részletére is gondja van. És eztek bőven, megelégeztek, magasztaljátok az Úrnak, ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek,
és soha többé nem pironkodik az én népem. És megtudjátok, hogy Izrael között vagyok én, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, és nincs más. Soha többé nem pironkodnak. És lészen ezután, hogy kiöntöm a szellememet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok, leányaitok, vének álmokat látnak, ifjak pedig látomásokat. Sőt, még szolgákra, szolgálólányokra is kiöntöm azokban a napokban az én szellememet. Csoda jeleket mutatok az égen és a földön vértüzet és füstotlopot. A nap sötétségé válik, hol pedig véré, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Amen. Amen. És képzeld el, hogy ezt már az Ó Testamentum a Jóhel prófétával tudatta Isten. Hogy mi lesz a jelen, mikor az Úr jön? Háromnapos sötétség. El tudott-e azt képzelni, hogy hiszem, hogy el tudjátok, ugye van a tudatlanság, és ez sajnos sok kereszténynél is még megvan, és egyszer csak három napi tudásadéség. Emberek hogy meg fognak vadulni, ijedni, hanem nem tudják mi van. Gondold ezt el. Tudásadéség. Se villan, se sem. Ezt a hegyen jól lehet tapasztalni, korom sötétség. Hogy milyen az? Mert az emberek nem is tudják, hogy mindenhol lámpa, vény, mi, az se lesz. És ez az utolsó időkre vonatkozik, és már a Joel prófétára az Úr gondoskodott, hogy ezeket elmondja. Már az Ó Testamentum. Jelzik azt, hogy mi fog bekövetkezni, amit mi megélünk, mi hiszük, hogy még itt leszünk. Mert már az utolsó időben beléptünk erőteljesen. És oda megyek az Ámos prófétához. Harmadik fejezetet szeretném felolvasni testvéreim az Úrba. Halleluja. Ámos próféta. Harmadik fejezet 1-8-ig olvasom. Ami ezt mondja. Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól ti felőletek. Izrael fiai, mind a ma nemzetség felől, melyet felhoztam Egyiptom földjéről, ezt mondván. Csak titeket választottalak magamnak e föld nekem minden nemzetségei közül, azért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Ők ki lettek választva, de kapják is a büntetést. Ugye hát tudjuk a Szentírásban, hogy a zsidókat az Úr szórta szét. Ugye az előző fejezeteket, amit vettünk, mikor bűntekövettek, szétszórta. Akkor utána Észhoz tértek, ugye megtértek, akkor egybegyültek. Aztán megint bűnbe estek, akkor az Úr küldött egy királyt, aki lekaszabolta a fél Izraelt. Hát minden az Úrtól van. Hát hogy azt mondja valaki, hogy itt valaki kipattal, azt csinál egy világháborút. Úr nélkül semmi sincs. Ő indítsa a szíveket. És ugye tudjuk a Máté 24-ből Jézus szavai, hogy lesznek háborúk, nemzet nemzet ellen megy. Lesz! Miért? Mert nem van ilyen. És ez szent és igaz. Nem, hogy a politikusok beszélnek. Az csak egy bábú. Isten tette oda. És a szíveket megfordítja, de menj embernek Egyiptomba. És mondta Mózesnak, menjél, mondd meg a királynak, engedje haza az én népemet, engedje. De én, mondja Jézus a Mózesnak, én megkeményítem az ő szívét, és nem fogja. De miért? Tízszer is megkeményítette, tudjuk, ugye? Tíz csapás volt. Hát pedig egyszer már megtört, mikor azt mondta, az első szülött fia mindenkinek meg fogott halni a királyé is, meg az összes többi is. Azért már egy komoly. És közben többi csapásokat már végigérték. Ottan úgy volt, mintha megadjanak. De nem, mert az Úr megkeményítette a szívét, és azt mondja, azért, hogy tudja meg, hogy én vagyok a Isten, és hogy milyen hatalmam van, egy emberbe hatalmat helyez az Úr. Hatalom is az Úrtól van. Orbán Viktor hatalma Úrtól van. És ezt nem mi ítéljük meg, az Úr meg fogja ítélni, mert meg fogja. Azt mondja a Szentírás, akik a földet pusztítják, az Úr meg fogja ítélni, büntetni. Nem mi tesszük. Nekünk a ítélet,
kereszténységen belül. Azt viszont meg kell nekünk. Aki rossz úton van, már jelezni kell. Helyre kell dorgálni. Kötelesség, mert én nem teszem, a vére az én fejemben van. De ha én megteszem, megdorgálom, mit mond az ige? A magamat megmentettem, vér az ő fejem van. Itt meg kötelességünk kereszténységen belül. Nem jönnek itt a butuska tanítók. Ne ítélkedik, senki nem ítélkedik, hanem megítéljük a cselekedeteit, megítéljük a tanításait, és ami megy szembe a Szentírása, hamis. Mert mi nem neki akarunk megfelelni, hanem Istennek. És ez nem tetszik az embereknek, mind ahogy tudjuk, Jézus is állandóan megverték, és az összes apostolt. Miért? Mert az igazságot mondták ki, a teljes igazságot, ahogy az ige mondja apostolok könyvében, kötelességed a teljes igazságot hirdetni. Na én is ezt teszem. Figyeljetek, olvasom tovább. Csak titeket választottalak magamnak e földön minden nemzetség közül, azért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Hát ez egy ürekedetben is így van. Van a hamis, a hamas utat képvisel, akkor hogy járhatok én vele együtt? Sehogy. Malakiás 3:3 írja ezt. Jézus Krisztus mit mondott erre? Az még lerövidítette, aki nincs velem ellenem. Nincs ám arany középút, sántifikál ebbe az irányba is, meg abba is. Velem nincs, ellenem van, ellenségem. És ezt így kell nézni. Valaki nem ért egyet az igaz egy tanítással, ellenségem. Miért is? Mert már eleve hamisat szolgálja, hát egyértelműen az ördög ott van az életében, a becsapás szellemiségével. És rengeteg sok emberben van csapva, ezt látjátok, tudjátok, ott vannak a Vatikán alatt. Ez mind becsapott állapot. Figyeljetek! Ordít él az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadodnia. Hallatja a hangát a barlangból, a kölyök oroszlán, ha semmit nem fog. Törbe esik el madár a földön, ha nincs törvetve neki. Felpattere a tőr a földről, ha fogni nem fogod. Micsoda nagy bölcsességek vannak itt az ilyenekben. Mert semmit sem cselekszik az én uram, az Úr, míg meg nem jelenti, vigyed, a titkát az ő szolgáinak és prófétáinak. Ez a kulcs a prófétáknak. Kérdőjel, hol vannak ezek a proféták? Akik az igazságot kimerik mondani a vezetőknek, akik a kundalini alá adták magukat, meg a Vatikán alá. Hol vannak azok a proféták, akik a szemükbe elmondják? Ember egy jó párc elmondom, még neveket is soroltam fel, mert Isten szabadított föl rá. Hát ha nem mondom ki a nevet, akkor honnét tudják? Kiről van szó, ugye? Ki kell mondani, mindahogy, a Pál megfette a Pétert mindenki előtt, hogy megszégyenüljön, le van írva a Szentírásban. És kötelességed megfedni. Kötelességed. Én elmondtam több nevet is, és ennek ellenére ott tücsörög a gyülekezetbe, hát vessen magára, majd jön a csapás. Mert fog jönni. Miért vagyok ilyen biztos benne? Mert le van írva. Isten változás képe sincs Isten. Hogy megváltozna, na mégse. Ha majd akkor, ha mégse, ha megtért belőle, akkor igen. Ezek a tanítások a mi okulásunkra szólnak, hogy ez így lesz. De se nem látnak, se nem hallanak. A vakok épp mai reggel, Isten ebbe tanított, erről lesz egy tanítás, hogy szellemi vakságban vannak. Szellemi vakok, nem értik az egészet. Ordít az oroszlán, ki ne rettegne. Az én uram, az Úr szólt, ki ne profétálna. Hát ha az Úr szól, a profétának kötelessége ki profétálni. Bárki is az. És ezt megtették ezek a proféták, látjuk, hogy milyen bátorság volt bennük. Hol vannak ma ezek a bátor proféták? Ha mindenhol csak a mész sorog, ilyen ébredés, olyan ébredés. Nem is lesz ébredés, utolsó időkkel nem ezt olvasok. Majd ha felébred, hogy a sötétségbe jár a széles úton, amely lefelé halad a pokol mentén, és a szűk keskeny útra rátér, amely a mennyek országába vezet. Na akkor őnek lesz egy ébredés.
személyes ébredések. Na de mivel olyan gonoszságban lakozik a nép, Szodoma Gomora esete van már, csapás kell, csapás, hogy fölismerj. 9. fejezet 1-8-ig elolvasom, még mindig itt vagyunk az Ámos profétánál. Láttam az Urat állani az oltáron, és mondta, ő nem a fényességes angyallal találkozott. Ki az a Lucifer, tudjuk, átváltoztatja már. Hát, mert ezek a kundalinisok fetrengenek fél órát a padlón, és utána elmondják, hogy Istennel találkoztak. Ami ki van zárva eleve, meg Isten Jézussal fürdött, meg a Jézus a szerelmesen, meg ilyeneket beszélnek. Ez mind az ördögtől van. De ezek a proféták, lehet meg az Úrral találkoztak. És azt mondja, Urat állani az oltáron, és mondta, üsd meg a rossznok fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat mindnyájuk fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Nem fog elfutni közülük a futó, és nem menekül meg közülük a menekülő. Ez Isten eldöntötte. Nem menekül meg. Hát tudjuk, az Új Testamentomból is, meg az Ó Testamentomból, Isten haragja ki fog töltetni. Lesz Istennek haragja. Csak hosszú tűrő, vár az utolsó pillanatig is, hogy végre megtérjél, azt add a szívedet oda neki. Ha Seolba ásik is be magukat, kedem onnét is kiragadja őket, és ha égbe hágnának is föl, onnét is levonszom őket. És ha Kármen tetején rejtőznek is el, onnét is előkeresem és elhozom őket, ha szemeim elől a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok, kígyónak marja meg őt. Érdemes erre elgondolkozni, hogy az Úr még az állatot is vagy, ugye, mert hallunk ilyen vala, megmarta a kígyó, vagy elkapta, meghalt, Isten akaratával ott? Persze. Hát, hogy az ügyétek csak baleset, vagy egy baleset, ahol nem figyeltem, belém jött. Hát, de miért nem, mert az ördög elmondta a te figyelmeded. Isten engedte? Engedte. És a fogságba mennek is, ellenségeik előtt, ott is parancsolok a fegyvernek, figyel, és megölöm őket. Fegyvernek. És reájuk fordítom a szemeimet vesztükre, és nem javukra. Mert mit mond a Szentírás? Igazakon van az én fülem, ugye meghallgatja az imádságot, hamisakon az én szemem. És az úgy nézi. Mert az Úr seregek ura, az, aki megérinti a földet, és elolvad az, és jajgatnak annak minden lakója, feldagad egészen, mint a folyam, meg elapadnak, mint az Egyiptom folyója. Halleluja, dicsőség Istennek. Aki fenn az égben építi az ő boltozatát, és annak íveit a földre alapítá, aki előhívja a tenger vizeit, és kiönti azokat a földnek színére, az Úr az ő neve. Mennyi áradás volt az ide? Rengeteg. Sok ember meghalt, rengeteg, sok vagyon elpusztult. Úrtól van. Ugye, aki Istenben nem hisz, jaj, hát itt a gátat átütötte a víz, hát tehette oda zsákot, ezret is. Ez Úrral szemben nem lehet benni. Egyszerűen eldöntötte, hogy ez a falu vízzel fog elpusztani, akkor az vízzel fog elpusztani. Nem olyanok vagytok éti előttem, ó Izrael fiai, mint a Kusita fiai? Ugye azok a paráza nemzet. Ezt mondja az Úr. Nem én hoztam éki Izraelt Egyiptom földjéről, filiszteusokat, Kaptorból és a szíribelieket, Kírből. Íme az Úr Isten szemmel tartja a bűnös országot. És eltörlöm azt a földnek színéről. A bűnös ország a föld színéről is eltörli. Mindazáltal mégsem pusztítom el egészen Jákobnak házát, ezt mondja az Úr.
Halleluja, dicsőség az Úrnak. Akinek a szíve abban az Úrnál, azt meg fogja menteni az Úr. Egyértelműen több helyen is leírja. Szóval a szerető Isten az Úr. Bemilőn a bűnösöket, ha nem akarnak megtérni, el az esemény fogja őket követni. Most oda megyek a Máté 24:14-től, olvasom föl, egészen a 22-es fejezetig, figyeljetek. Ezt mondja az ige. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Az igaz evangélistákat, az igaz tanítókat, igaz profétákat az Úr előhozza. És mindenki ezt mondja ilyet. Ugyanazt fogja pújni, meg emel is az igazságot. Akkor jön el a vég, mikor ilyen kemény tanítások lesznek, mert sokan mondja, ez kemény volt, amit ő kemény. Mert ő még nem hallotta, azért kemény. És az ige azt mondja, hogy kemény eredelre van szükség az Isten fiainak. Nem lehet csecsemőkorba tartani, mert a csecsemők tejet isznak, írja a zsidóknak, mondja. Hát ti már korba benne vagytok, már rég felnőtt korba kéne, és még mindig a tejet szívjátok. Na, ezek vannak az egyházakban, ezek vannak azok a gyülekezetekben, ahol csak szeret az Úr, kész, az semmi tudása nincsen neki. Megy haza, az közben a széles úton jár. És még örül is, ha mennyire szereti őt az Úr. Mert elhiszi a hadott tanításokat. Figyeljetek, olvasom tovább. Mikor ezért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, mert a Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Mi tudjuk azt, hogy az Antikrisztus fog a jeruzsálemi templomba beülni, ami még nincs fölépítve, úgyhogy azt is tudjuk, hogy majd még fölkül építeni. És ahogy ez az Antikrisztus meg lett választva vezetőként, mindenki a hatalmát neki adja, ő fogja építeni a templomot. De nem azért, mert annyira szereti ám a zsidókat. Nem. Hanem azért, hogy a legvégén szövetséget köt mindenkivel, le van írva Dániel könyvébe, és 200 milliós hadsereggel veszi körbe a zsidókat, mert megint ki akarja nyírni. Mint ahogy idáig is tudjuk a történelemből, hogy többen ki akarták folyamatosan a Hitlertükedve, és nem csorolom most, hogy már erről tanítottam, de majd még fogok is. És most is ezt fogja követni. Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy hátból valamit kivigyen, és a mezén levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes szoptatós asszonyoknak azokban a napokban, imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, hanem szombatnapon. Erre kér az Úr bennünket, amit szoktunk is imádkozni. Miért? Mert szombatnapon ezek egy szöget csöjtnek be. Szombatnapon a saját pia esne a kútba, nem húzná ki, mert szombat. Ilyen sötétségben van ez az zsidó nemzet a szombati nappal. Elég kérje az Úr, ne szombaton legyen. Hát tényleg meg azért ne fagyjanak meg. Hát nem szaladhat vissza takaró, hogy itt mondja, hogy nem lesz rá ideje. 200 milliós hadsereg kérdez elkezdi lőni. Hát mire van ott idő? Semmire. És ez komolyan követne lesz. Miért lesz? Le van írva azért. Nem elmúlt már, mint sokan tanítják, ez már elmúlt. Nem igaz, hazugság, ez az utolsó időkre szól. És 21-es igeves figyelj, mert akkor nagy nyomorúság lesz. Ez a Jézus szava, a tanítványainak magyaráz, hogy ne aggódjatok, ennek így kell lenni. Amely nem volt a világ kezdete óta. Mind ez idáig, és nem is lesz soha. Úgyhogy ez fog jönni. Ha tetszik valakinek, ha nem, és azt tanítják, hogy ó, az Úr nem enged, hogy mi szenvedjünk, mert előtte fölvisz minket. Ez egy hazug tanítás, és hazug az a tanító, aki ezt tanítja, mondom mindenkinek a szemébe. Meg van téveszve. Mivel ő meg van téveszve, megtéveszte bárányokat is. Tudás nélkül elvész az én népem. El fognak veszni, mert tudatlanok. És ez mind testben van. A testet és a lelket tudja jól irányítani az ördög. És az ördög irányítja ezeket a vezetőket, papokat, tanítókat, profétákat. Aki ilyen butaságot beszél, hogy megy csembe a Szentírással. Nem lesz, az ő jutalmuk is meg lesz, ahogy itt elhangzott. Az Úr nem feledkezik meg senkiről sem. Figyeljetek, drága testvéreim! Ezekkel 37, hú, de jó, azt nagyon szeretem.
Hát ugye régebben elejében még én se értettem. Fel kell, hogy olvassam. Figyeljetek. Lőn én rajtam az úrnak kere. Erékel, proféta. Az úr kere rajta volt. Nem a kundalini, hanem az úr kere. Nem a hülyeséget fújta, meg ébredés lesz, hanem az igazságot elmondta itt is, figyelj. Azt mondja. És kivitt engem az úr szelleme által, és letett engem a völgynek ködepette, mely csontokkal volt rakva. Átvitt engem, hogy mellett a körös körül íme felette sok volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak. S mondá nékem, embernek fia, vajon megélednek ezek a csontok? És mondd, uram, Istenem, te tudod, ez a szálasz csont az Izrael népe. Ilyen nagy profécia van ebben. Izrael népe a száraz csont. Miért száraz? Mert szárad az a hívő, az nem is hívő, hanem keresztény, aki Szent Szellem által nincsen betöltekezve. Figyelj, itt az ige fogja leigazolni, amiről beszélek. És mondd nékem profétája csontok felől, és mondd neki, ti megszáradt csontok, halljátok meg az úr beszédét. Ebben már élet van. Mikor az Istennek a igéjét tanítod, vagy prófétálsz és Szent Szellem által, abban ott a Szent Szellem. Mint ahogy itt is történt, figyelj. Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak, íme én bocsátok, ti beétek szellemet, hogy megélhetjetek. Mi az üzenete? Sok üzenete van ennek. Ha akiben nincsen benne a szellem, az élő halott, az ige is mondja máshol. Élő halott. Szellem nélkül, Szent Szellem nélkül halott az a keresztény. Testi. És azt mondja az ige, én azt garantálom nektek, testi és vér nem kerül fel a mennyek országába. Szorulják kell születni. Szent Szellem által itt, ahogy a zsidó népről beszél most az Úr prófétán keresztül. Figyeljétek, milyen sok mondani valója van. És adok rátok inakat, hozok rátok húst, bőrrel beborítanak titeket, és adok beétek szellemet, hogy megélhetjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Kiben van élet? Akiben a Szent Szellem mondta. Az mind élő halott, ahogy az ige is mondja. Élő halottak. Ahogy a Péternek mondta, uram, hadd temessem el apámat, aztán majd követlek. Azt hagyd a halottakra. Majd eltemetik a halottaikat, a halottak. Az élő halottak. Nincs üdvösségük. Mind ahogy itt a zsidó népről van szó. Szárad csontok. De a legvégén az Úr föltámasztja, mondja el az ige, prófétán keresztül, figyeltek. És én prófétálok, amint parancsolva volt nékem, és mikor prófétálnék, lőn zúgás, íme zörgés, egybe mennének a csontok, mindegyik csont az ő csontjához. A halottak föl lesznek támaszva, így fog történni. Így fog történni. Csontok egybe, inak lesznek rajta, és az ítélet előtt rendesen így fogsz megállni, most láttok engemet, meg hogy én benneteket. Az utolsó ítélete. És láttam, és íme inak voltak rajtuk, hús növekedett belülről, bőr borította be, de szellem nem volt még bennük. Még élő halottak voltak. Figyelj. És mondd el nekem, prófétálj szellemnek, prófétálj embernek, fia, és mondjad a szellemnek, ezt mondja az Úristen. A négy szelek felől jöjj elő szellem, és lehely ezekbe, megölvettettekbe, hogy megéledjenek. Szellemet, add maga az élet. Prófétálnék, és mondná parancsot, és beléjük méne a szellem, megéledjenek, és állnak láborika felette, igen nagy sereg. És mondd nékem embernek, fia, ezek a csontok Izrael egész háza, íme ezt mondja, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattattunk. Annak okáért prófétálj, és mondjad nékik, így szól az Úr. Íme én megnyitom a ti sírjaitokat, kihozlak titeket a sírokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. Ez lesz a legvégén. Mert tudjuk, fog jönni Úr Jézus Krisztus, Olajfák hegyékre áll, széthasad a föld, akkor a Júdeába, akkor fognak menekülni, akkor lesznek a nagy bajok. De a legvégén az egész Izrael népét föl fogja éleszteni, Szent Szellem által, hogy itt a proféciában elhangzik, és ezer évig innét fog uralkodni az Úr.
Jeruzsálembe. És nem lesz szükség villanyra, stb. Bírja az ige, olyan fény van az Úrban, hogy a Mózes is mondja, lepelt körülött tölteni, mert a bárányok nem bírták elviselni, olyan fény volt. Mert Mózes volt az, aki szemtől szembe látta az Urat. Annak okáért profétáim, mondjad nékik, így szól az, ime én megnyitom a ti sírjaitokat, kihozlak titeket a sírokból, én népen beviszlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom a sírjaitokat, és kihozlak titeket a sírjaitokból, én népen. És adom az én szellememet belétek, hogy megéledjetek. Szellem nélkül nincsen élet. Ezért mondja az ige, Szentlélek által kell újjá születni, és magyarázza el a Nikodémusnak, aki Jeruzsálemnek a fővezetője volt. Ott magyarázza János evangéliumában a harmadik feje, hetedik fejezettől 1-7-ig. Vagy harmadik fejezet. Leteszlek titeket a földre, megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem ezt a mondja az Úr. Hogyan meg lesz cselekedve, szellemvilágban ez már rég elő van készítve, mint ahogy az ige is mondja, Pál apostol mondja maga, hogy már az anyám méhében már ki voltam választva, még a föld levetése előtt, nem is volt föld, már az Úr eldöntött, hogy ki lesz a szolgáló. És ugye tudjuk azt, Mózes is gyilkos volt, Pál apostol is gyilkos volt, Úrnak mégis ő között. Hát eltéve jöttek. De az Úr eldöntötte, ő kell nekem. Hát én is ugye annak ide embereket ütöttem le, vágtam, meg mindenféle bűnbe benne voltam, és akkor az Úr meg eldöntött, hogy ide állítom, és megtisztított. De először volt egy jó birkozó meccs, mint Jakobnak. Kicsavarta belőlem, amit ki kellett. Dicsőség az Úrnak, ezzel nem azt mondom, hogy tökéletes vagyok, de azon az úton haladok. Amen. Figyeljetek testvére, és most jön a mamakodonszor. Nem véletlenül hagytam őt utoljára. Dániel könyve. Odalapozunk. Halleluja, a dicsőség Istennek. Ennek is aztán van egy nagyon nagy mondani valója, kedves testvérem az Úrban, Dániel könyve. Dániel profétáról mit tudunk? Ugye tudjuk azt, hogy volt a oroszlán vermébe, és Isten bezárt az oroszlán száját, és utána a király rájött a hamisakat, bedott a Babilonba, fölvette őket az oroszlán. Tudjuk azt, hogy volt a tüdes kemencébe, Dániel, és kisétált, 1000 fokos hőpompa, kisétált. Mert a király is látta, nem hárman voltak edekben, de ott van egy negyedik is. Hát ott volt szépen a Isten küldteni angyalát, és 1000 fokos tűzsárt ott nekik. Miért? Mert ők azt mondták, nem hajolunk le a bálvány előtt. És ezért bevágták őket a király. Ez is király volt, meg a másik is, aki a oroszlán vermében, mert nem hajultak le a bálvány előtt. Amit csináltattak, nagy bálványt, ugye, és azt előtte kellett volna letérteni. Ezt nem tette meg nem avatták föl, amit látjuk itt az egész országban, akár Petőfi Sándor, meg lehetne sorolni az összes nagyokat, koszorúztatják őket, ott lehajulnak, letérdelnek. Úrna, ez olyan utálatos, így van megfertőzve a magyar nemzet is. Ez egy brutális nagy bűn, a bálvány imádás. Figyeljetek! Ez a Dániel, proféta, Isten mindent megfejtett neki. De hogy milyen hit kellett ahhoz, hogy az utolsó idők tanítását is ő rá bízta. Mi ment keresztül? Mert ő Istenbe hitt. Azt mondta, király, mi akkor se hajolunk meg a bálvány előtt, még ha az Úr nem is mentene meg minket. De az Úr látta az ő szívüket, Istenbe hittek és megmentette. És az Isten ember előtt nincs gyakadály. Ez leigazolja. És igen bátor. Miért tud bátor? Mert nem érdekli őt. Tehát a kinyírják, tudja, hogy megy fel a mennybe. Ahogy Pál apostol is mond, nekem nyeresége halál. Ha már rég föl lennék ott szívem szerint, de még ti érettetek, így kell lennem. Pál apostol ezt tudta.
És ezért mondtam ezt az előzetesen, hogy bizony eleken ment keresztül ez a Dániel próféta, aki az utolsó időket is megprófétálta. Ő maga se értette le, és írja. Uram, nem értem. Nem baj, azt csak pecsételd be, majd a legvégén magasabb lesz a tudás, és én tanítok, ott fogok majd támasztani az Úr. Előre megmondtam, hát támasztok olyan tanított, aki fogja érteni, nagyobb lesz. Hogy értettem volna, mikor látta, hogy a szekerek voltak ott. A fő se bírta fogni, mikor még kardokkal hadonáztak annak idején, és akkor a legvégén jöttek edekkel. Ki volt az maga? A Német Birodalom. Hát mindent leigázott abban az időben. Már én erről tanítottam, értitek ezt. De úgy látom, többször kell tanítani, mert ez egy nagyon nagy halatám ez. Utolsó idő, meg új föld, meg mi, meg ki lesz ott, nem is értik. Most nem bántani akarom a vezetőket, nem értik. Tisztelt a kivételnek. Hát Isten kire bízza ezt? De azt látom, hogy nem értik sokan ezt a utolsó időket, meg az új földön kik lesznek. Hát az elragadtottatok már nem. Hát a Mercé fölvitt az Úr, dehogy akarok én viszonyni, ha csak az Úr nem leküld valakit, mint a János Illés szellemével. Hogy tanítson. Az egy más kérdés, legyen meg az Úr akarata, igaz? Amen. Hát vigyeljetek, ez nagyon nagy dolog, amit most meg fogok olvasni. Hol vagyok, nem vagyok még? Negyedik fejezet. Négytől olvasom. Én Nabakudonzor békében voltam az én házamban, virágzó az én palotámban. Álmot láték, megrettente engem, és gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látását megháborítottak engem. Parancsolatokat adok, ahogy hozzák elémbe a Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudhassák velem. Babilon bölcsei, figyelj ki kérlek. Akkor bejövének az írástudók, varázslók, káldeusok, a kusok, kus nemzetség, katolikus, ennek egysége van most, erről nem akarok tanítani. Kus nemzet Nimródot, Nimród a mi atyánk. Csak úgy megérzem. És a jövendő mondókat, tiszta jóslás. És én elbeszélném nekik az álmot, de az értelmet nem jelentették meg nékem. Végezetre bejöve elém Dániel, akinek neve Baltazár, mert ő átnevezte a nevét a Dánielnek, ez a király, mint az én Istennek neve, és akiben Istennek szelleme van, és elmondta nekem az álmot. Ezek a varázslók nem mentek semmire se, akkor jöhet a Isten embere, figyelj. Ő is fordítva csinált mindent. Baltazár, írástudók elsője, tudom, hogy Szent Istennek szelleme van benned. Semmi titok sem homályos előtted, az én álmom látásai, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. Az én fejem látása az én ágyamban ezek voltak, láttam, hogy íme egy fa áll a föld közepén, és annak magassága rendkívüli volt. Ez őróla szól egyébként. Nagy volt a fa, erős, magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Az egész földet ő birtokolta. Nem akárki volt ez a Nabakudonzor. Levele szépek, gyümölcsei, sok táplálék volt rajta, mindeneknek alatta árnyékot talált a mező vada, ágai, lakozák az ég madarai, és róla evett minden élő. Belőle. Látám fejem látomását én ágyamban, ime egy vigyázó szent szála alá az égből. Szent, aki hozta neki ezt az álmot. Erősen kiállta és így szóla, vágjátok ki a fát. Vagdaljátok le az ágait, rázzátok le leveit, hányjátok szét gyümölcseit, fussatok el madak alól, és madarak az ő ágairól. De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben. Vas és érc láncokba verve a mező fűvén. Égi harmattal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld fűvében.
hú, ez brutális, mert mindjárt kérdezem. Ez brutális, ugye, bárki állják az egész világ birodalmat uralja. Látod, az összes mezei vadak, az állatok, emberek is. És figyeld, Isten milyen döntést adott. Az ő ember szíve változzék el, és baromnak szíve adassék neki, és hét idő múljék el velette. Hú. Vigyázzatok, határozatában van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés. Ezt pont eldöntötték a szentek. Így kell lennie. Hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja, és az emberek között az alávaló emeli fel arra. Magyarul. Ilyen nagy birodalmat, amit ez a király volt, Nabukodonozor, Isten adta neki. Hát persze elszállt magával, gondolhatjátok, csak nézzétek meg a sok politikus, hogy el van szállva magával. És az Úr tette oda őket. Hálát adnak érte? Nem, még a keresztények csak valami jó dolog érje őket. Tisztelt a kivételnek, mert azért van kivétel, tudjuk. De a java része nem ad hálát. Ahogy a Pál apostol, mindenkor mindenért hálát adjatok. Ha rossz történik veled, azért adja hálát, hogy majd most megtanulod, hogy nem kell csinálni. És ezért kell hálát adni, hogy Isten rávezett téged egy bajokon keresztül, az ördögöt engedi, hogy elgáncsoljon, és akkor rájössz, hú, nem jól csinált. Már tanultál, szellemiekben már mész közelebb az Úrhoz. Az ördög is az Isten szekerét húzza. Hogyan? Hát úgy, hogy a rosszat csinálsz, az ördög egyből elgáncsol. És akkor rá kell jönnöd, hogy nem jó ez az útvonal. Valami nem stimmel. Így. Az ördög többet nem mer megtenni, amit csak Isten enged neki. Hát itt le van írva, hogy még azt is beszabályoz, hogy nem küldi egyszerre rá, hogy beleroppanjál, amennyit kibész, táguljál. Jó van, azt utána ne dő hátra, mert még erősebb jön. Balsa így lesz ő nagy, bikandos, erős, szent szellemben természetes. Halleluja. Figyeljetek, hát ez csodálatos ez a menet, itt olvasom. Ezt a dánot láttam én, Nabukodonozor király, és te Baltazár, ez a Dániel a Baltazár, mondd meg annak a értelmét, mivel hogy az én országomnak egyetlen bölcse sem tudta nékem megmondani a jelentését, de te tudod, mert Szent Istenek szelleme van benned. Ezt azért már tudta a király. És ekkor Dániel, akinek neve Baltazár, közel egy óráig rémlőzik, és az ő gondolatait háborítják őt, szóval a király is mondta Baltazár. Az álom és annak jelentése meg nem rettentésnek téged, felele Baltazár és mondta, Uram, az álom szálljon a te gyűlölőidre, magyarázata pedig a te ellenségeidre. A fa, melyet láttál, amely nagy és erős volt, és amelyek magassága az eget érte, ellátszik az egész földre, levelei szépen, gyümölcsei pedig sok táplálék rajta mindenek alatta tartózkodik a mező, vada, ágai, égi madarak lakoztak. Te vagy, ó király, aki nagyjá és erőssé lettél, mondja az emébe neki. Aki nagysága megnövekedett, és fölért az égig, hatalmat a föld végéig adta. Hogy pedig várt a király vigyázót és szentet leszállani az égből, és ezt mondta, vágjátok le a fát, és pusztítjátok el azt. De gyökereinek törzsökét a földbe hagyjátok, és vas écsláncokkal verve a mező fűvén az égi barmok harmattal öntöztessék, és a mezei barmokkal legyen része, ami két idő múlik el felette. Ez a jelentése, ó király és felséges Isten, végelése el, amely bekövetkezik az én uram királyra. Képzeld az ilyet kimondani az egy nagy királynak. Ha mondjuk ő már volt a tüdeskemencében, volt az orosztán, hova bírták volna még dobni őt?
Isten minden, ha megvédtelt, ugye? Mert ő Istenbe vetette a hitét. Ez a természet fölötti hit. Ő már bátran beszélt a királynak. Ki volt már próbálva? Figyeljetek! Az égi harmattal öntöznek téged, és 7 idő múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja, akinek akarja. Meg kellett volna érteni. Elszállt magával ez a király. Gondolod, de az egész világ körülötte volt. Elszállt magával. Ha nem adott hálát az Uram. Uram, téged gazdagra tett. Hát ez mind tőled van. Hát ez semmi nem a bejött. Hogy az igen mondja, csupaszon jöttél, csupaszon mész. Gyűjthesz te bármit is. Hogy is itt hagyom. És ez a király, ez nem, ez elszállt magára. De Isten meg úgy döntöttek ott fönn, most megmutatom neki. És nézzétek meg, mennyi időkön, 7 idő, 7 év, mire rájöjjön. Hát egy komoly, nem? Igen, olvasom tovább. Hú, nagyon jó ez. Hogy pedig azt mondjátok, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, országod megmarad neked, figyeld! Mihelyest megismerted, hogy az én uralkodik. Az Úr milyen kegyes volt hozzá. Az országot azért meghagyta neki. Te barommá kell, hogy változzon, és szénná teszi emberből barommá. Úrnál van lehetetlen testvére? Nincs. Halottat is föl támaszza? Igen. A férget küldi, hogy szúrjon bele a tök szárába, hogy elszaladjon? Igen. Ilyen csodák ellek vannak leírva. És ez mind igaz. Azért, ó király, az én tanácsom, tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és te hamiságodból a szegényeket való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a boldogságod, mondja neki a Dániel. Mindez betellék Nabukodonozor királya. 12 hónap múlva babiloni királyi palotába sétál. Eltelt egy évpont. Azt szerintem már rég elfelejtette. Á, jó van, ez a Dániel beszélt össze-vissza. Hát mert itt vagyok, telnek a hónapok, halleluja, mindent úgy csinálok, hogy idáig csináltam. Érted, 12 hónap. És akkor ugye elhagyt magának. De mi történt? Sétálgatott fönt, figyelj. Szól a király és mondá. Nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem, a királyság házának az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem, tisztességem. Ha? Így volt, el volt álljóba, ő építette nagy Babilon, amit az Úr le fog rombolni, mert utálatos az egész babiloni rendszer, ez a vatikáni rendszer. Az a babiloni rendszer. Erről majd külön szeretnék tanítani, mert soká a Babilonban nem megyünk vissza, és magánzó parkas. Nem lehet magánzó parkas. De Babilonból ki kell jönni. De szükség van egy gyülekezetre. Egy jó gyülekezet. Nehéz találni, tudom. Meg ahol én ott vagyok, az már jó nem is lehet. Igaz? Mert én mindig ilyen kemény tanításokat nyomok. Dicsőség Istennek, halleluja. És figyeljetek, mit mond a 31-es igevers. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből, neked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett. Amit az Úr mondott Dánielen keresztül, egy év kellett, hogy beteljesedjen. És kivetélnek téged az emberek közül, és mezei barmokkal lesz a lakodásod. És füvet adnak enned, mind az ökröknek. És 7 idő múlva múlik el feletted, amíg megismered, 7 év kör neki, mire rájön, fölismerje. Képzeld el, milyen brutális ez az ehóz eleme. Ez van minden emberben benne. Van, akiben nagyon, van, akiben kicsi. Tudod, mikor van hatalmam, van 20 emberem, aztán meg egész Veresegyháza fölötté hatalmaskodó. Brutális egó jön ott bent. Annak ellen, hogy sokan igyekeznek alázatosak lenni, de ott a szívük mélyén, ott az egó. Isten meg a szíveket vizsgálja. Nem amit mutatsz neki, nem a külsőkre figyel, azt mondja, hogy igen, nem rád nézlek. Ott tudja, mi van a szívedben. Na és ugye ez a király elszállt.
nyilvánvaló. Hét idő múlik el feletted, amíg megismerted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja, akinek akarja. Hát az Úr döntött el, hogy ez a Nabakodonozor legyen az. Akkor nem hálát kellett volna adnia. De nem adott hálát, látod itt olvasod. Hanem én építettem ezt is, még itt dicsekedett még. Megyünk tovább. Abban az órában betellik a beszéd Nabakodonozoron. Az emberek közül kivettették, füvet evett, mind az ökrök, és égi harmattal öntöztették az ő testét kint a szabadba, láncra verve, míg nem szőre megnőtt, mint a saskesejűnek a tolla, és körmei, mint a madaraké, átváltozott. Képzeljétek ezt testtel, hogy Isten ilyeneket csinál, állattá át tudja változtatni, és az a szellemiség marad benne, ő tudta, Nabakodonozor. Menjünk tovább. És az idő elteltével én, Nabakodonozor, szemeimet az égre emelém. Na, amikor eltelt az idő, rájössz, hogy állat, figyelj ide! Hát nem akarok ilyen balom lenni, mert az állat balom. És mit mond az ige, kedves testvéreim? Ki nem születik újjá, levágattatják, mint a balmot. Aki szent eleve nem születik újjá. Igaz, hogy mennyire kapcsolódnak az igék össze? Csak érteni kell. Az idő eltelt, Nabakodonozor, szemeit az égre emeli, és az én értelmem visszajöve. Szóval amikor rájött és felismerte, hát én csupaszon jöttem, ha mindent az Úrtól kaptam. 7 év kellett neki. Képzeljétek el, úgyhogy türelemmel kell lennünk, valakinek elmondjuk az igazságot, rossz úton halad, ha majd bízunk benne, hogy 8-10-50-100 évvel csak megtér. Ez a nagy ego. Az ördög sötétségben tartja. Figyeljetek! Visszajöve az értelme. És áldám a felséges Isten, na egyből tudta állani. És ez volt a lényeg itt, hogy megtörettesse, hogy az ige mondja, ehhez kapcsolódik, most hozta föl a Szent Szellem. A nyakasokat összetörettetem, gyógyíthatatlanul, alázatosokat fölemelem. Ez teljesedik be, ez az ige, ezen a Nabakodonozoron is. Örökké élőt, hogy a felséges Istent és dicsérem és dicsőítem az örökké élőt, akinek hatalma, örökké való hatalom és az ország nemzedékéről nemzedékre áll. A föld minden lakosa olyan, mint a semmi. Na, rájött mindjárt, hogy semmi. Az ő akaratja szerint cselekszik az ég cselekében és a föld lakosok között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki, mit cselekedtél? Hát Isten senki nem kérheti számon. Hát milyen joga? Abban az időben visszatér hozzám az én értelmem, az országom dicsőségére az én ékességem, méltóságom is visszatért hozzá. Ez megint az Úrnak köszönheti. És az én tanácsaim és a fő embereim fölkerestek engemet, és visszahelyeztem az én országomba, és rendkívül nagyság adatott nékem. Még nagyobb lett. Agyalálhatos lett. Még nagyobb lett. Alázatosokat felemelem. Gondol, de még ettől még nagyobb volt. Már minden az övé volt. Még nagyobb. Most azért én, Nabakodonozor, dicsérem, magasztalom, dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő útjait igaz ítélet, és azokat, akik kevésségbe járnak, megalázhatja. Amen? Amen. Hú, testvérek. Az helyetben nagy mondani való. Én nagyon-nagyon régen, még mikor Istenné nem voltam, elkezdtem agyalni, nekem nagyon sok kutyám volt, régen tenyésztettem is őket. Hú, sok volt. Ha azt mondom, hogy 30-40, nem tudom, nem nagy dolog.
De volt ott két olyan kutya, olyan értelmes volt, már majdnem azt mondtam, több bölcsessége van, mint néma embernek. Olyan okos volt. Annak azt mondtam, ülj le, ez az én barátom, jött az ide, és nem bánta őt. És nem bántotta. Ilyen okos volt. Mint emberre beszélgették, ne üsd le őt, ez az barátom. És ez a kutya értette. Az fölöslegesen nem ugatott. Figyelj, itt sok kutya volt, itt nem voltak ugatások, mindez a sok agyatlan kutya itt ugat. Még a levelet is megugatja. Ha az nem is tudták, hogy kutya van. Annyira. Némelyiknek ilyen. Hát ki tudja, kibe mi volt. Milyen szellemiség, most már mondhatjuk itt az élő példa rá, hogy embereket is átváltoztat az Úr büntetésképpen. Mindezt a Navakudonzort. Jó megalázta, nem? 7 évig ette a füvet, láncra verve. A harmad locsolta őt, ki volt a szabadban. Ez azt jelenti. És megalázta, fölismerte, na el a megtérés. És az Úr az alázatosokat felemeli. Na erre imádkozzon mindnyájan, egy akarattal, egy szellemben, hogy egyikünk se kerüljön ilyen helyzetbe. Mert most már tudhatjuk, ugye, mennyi sok Isten emberét végigvettük, ugye, hogy azért jön még a hernyótól kezdve mindentől kezdve az Úr igazít minden. Még a darázs megcsíp azt is. Hát ki lenne rájönteni, hát hiszen minden madarat pérget, mindent az Úr irányít. Hát mikor az igaz, mondja, hogy nincs véletlen semmi, ugye? Mi nem mondhatjuk, milyen szerencsés voltam, mert ezt kaptam ingyen, nem? Hát hülyeséget nem beszéljük, nem vagyunk mi varázslók, hanem Isten megajándékozott a kis Pistán keresztül. Mert indítja a szívet, mint ahogy mindenre indíthatja az Úr a szívet. Hú, ez nagy tanulság van benne, ugye? Hát de jó. Nincs hőség Istennek. Egy imádsággal befejezzük akkor ezt a mai tanítást. Atyám, hálásak vagyunk neked, Uram Istenem, hogy te adod a bölcsességet, Uram, egyrészt Szent Szellem által, hogy értelmezni tudjuk a te szentírásodat, Uram. Szent Szellem által úgy, ahogy azt te szeretnéd, ahogy az igében is mondod, ki Szent Szellem által újjászületik, az megítél minden tanítás, nem elítéli, hanem megítéli, hogy jó, hibás, vagy tőled való olyan profécia. Uram, ezért hálásak vagyunk, hogy te választod ki erre az embereket, Uram. És nem engedjük, hogy az ego föl növekedjen bennünk, Uram Istenem, megtapossuk, Uram, megkötözzük az életünkbe mindenféle egót, mindenféle dicsekedést, ahogy a Pál apostol is mondta, ha dicsekedek, Úr Jézus Krisztussal dicsekszem. Mert tudjuk azt, Uram, hogy mi csupaszon jöttünk, csupaszon megyünk vissza, hiszen a Jób esete is, Uram, mikor csapásokat mért rá az ördög, és elveszítette a családját és az összes vagyonát, ő is azt mondta, az Úr adta, Úr elvet. Uram, dicsőség neked, hogy adod erre a Szent Szellem által ezt a bölcsességet nékünk, és mi okulásunkra írtad le ezt a Navakudonzor esetét is, hogy bizony megtöretted ez a kemélyeket, Uram Istenem. Atyám, mi átadjuk az életünket neked, Uram, megvalljuk, hogy bűnös emberek vagyunk, szükségünk van rád, Uram. Mi te nélküled nullák vagyunk, Szent Szellem nélkül meg élő halottak, Uram Istenem. Így adjuk át lelkünket, testünket, szellemünket, Uram, a te szolgálatodra, Atyám. És mindenképpen itt a földbolygón a te akaratod teljesedjen be a mi életünkben, Atyám. És a drága testvéreim életében, akik ezt hallgatják, nézik, Uram Istenem. Hiszen ebben egy nagyon nagy tanítások vannak elrejtve. Köszönjük a te türelmedet, Uram Istenem, és tudjuk azt, hogy a te türelmed nem azért van, hogy még többet bűnözzünk, hanem azért, hogy felismerjük, hogy bűnben vagyunk, és ezáltal megkötözöttség alatt vagyunk a démon által, és az a megtérés, hogy mi ezt felismertük, bűnbánatra jutottunk, és megtértünk ettől a bűnből. Ez a megtérés, Uram, és nem az, hogy a szánk egyszer elmondunk egy befogadó imádságot, és ugyanaz bűnösök maradtunk. Uram Istenem, köszönjük és hálásak vagyunk, Atyám, hogy te adod nekünk a bölcsességet, Uram Istenem. Dicsérünk és magasztalunk, Uram, és megáldom a testvéreimet, és mindazokat, akik fogják ezt a tanítást nézni. Jézus nevében. Amen.